Szeretettel és tisztelettel köszöntelek benneteket az utolsó előtti előadáson. Ugye 12 részből állt ez a szeminárium, az utolsó előadáson vagyunk most. Szent Háromság, Isten és a Szent Háromságon kívüli vallások. Ez lesz a mai témánk. Majd diák szolgálat következik, amelyik a párválasztásról szól, és végül Mi atyánkkal zárjuk az alkalmat, ahogy szoktuk. Nagyon fontos még, hogy figyeljétek jól az előadást, mert mindig azt szoktam mondani, hogy egy jó előadáshoz a diáknak majdnem kötelező, hogy legyen egy jó kérdése, és ezt itt közösségben megbeszéljük. Most is így teszik majd. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Alföldi Borús Dezső nagy tiszteletű urat. Ő a budapesti Vekerletelepi Református Egyházközség lelkipásztora, többször volt már itt előadónk, most is eljött hozzánk, és kérlek nagy szeretettel, hogy az előad. Először... Mózes első könyvéből fogok olvasni. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Máté evangéliuma 3:1-17. Azokban a napokban megjelent keresztelő János, és azt hirdette Júdea pusztájában, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Mert ő volt az, akiről Ézsaiás így profétált. Kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Maga János, te vesző ruhát, és dereka körül bőrövet viselt, tápláléka pedig sáska és erdei méz volt. Akkor kiment hozzá Jeruzsálem, egész Júdea és a Jordán egész környéke, és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán folyóban. Amikor pedig látta, hogy a farizeusok és a szadduceusok közül sokan jönnek megkeresztelkedni, így szólt hozzájuk. Viperák fajzata, ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől. Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt, és ne gondoljátok, hogy ezt mondhatjátok magatokban, a mi atyánk Ábrahám. Mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén, ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik és tűzre vettetik. Én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, de aki utánam jön, erősebb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy a saruját vigyem. Ő majd szent lélekkel és tűzzel keresztel titeket. Kezében szórólapát van, és megtisztítja a szérűjét, gabonáját csűrbe takarítja, a pejvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Ekkor eljut Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt. János azonban megpróbálta visszatartani őt, és ezt mondta. Nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám? Jézus így válaszolt. Engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsük be minden igazságot. Akkor engedett neki. Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme, megnyílt a menny, és látta, hogy Isten lelke galamb formájában aláereszkedik, és őre elszáll. És hang hallatszott a mennyből, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Nagyon szépen köszönjük. Az utolsó mondatban ugye együtt volt a Szent Háromság, az Atya szava, Jézus, akit keresztelő János megkeresztelt, és a Szentlélek. Azért olvastuk ezt az igét. Kérlek, nagy tisztelt Úr, hogy tartsd meg az előadásokat. Örülök ennek a lehetőségnek, hogy itt erről a nagyon fontos témáról beszélhetek, ami voltak éppen egy olyan téma, ami titok. Titok, mégpedig olyan titok, ami a rációval, az emberi rációval önmagával nem nagyon fogható fel. A titoknak a görög szava a misztérion. Vagyis ez egy olyan
sejtelmesnek tűnő dolog, amihez valami kulcsra volna szükség, hogy megértsük. A kulcs pedig, hogy megértsük, az nekünk, embereknek nincs adva. Tehát ami immanens evilági, csak zárt evilági értelmező képességünkkel nem vagyunk képesek, nincs lehetőségünk ezt megoldani, hanem ezt a zárt immanens világot, a mi világunk át kell, hogy törje valami más. Tehát ami gondolkodási szféránk voltak éppen be van zárva, és próbálunk a saját paradigmáink szerint, elgondolások szerint ragozni és megoldani kérdéseket, így a Szent Háromság kérdést is. Majd fogjuk látni, hogy vannak próbálkozások, legalább hármat el fogok mondani, amikor racionálisan végig gondolva próbálunk megoldásokat keresni, hogy mi is az a Szent Háromság. De a megoldás az csak föntről jöhet. Hogy azt sem mondom, hogy transzcendens, hanem egy más világ, egy nem teremtett világból, aki ezt a teremtett világot formálta, onnan kell jöjjön egy értelmezés, és akkor fogjuk ezt felfogni. Bizonyára ismerjük az úgynevezett apostoli hitvallást, aminek a felosztása az Atya, Fiú és Szentlélek, ismerjük ezt, biztos el tudjuk mondani, ami azzal kezdek, hogy hiszek. Tehát a hit az, ami által ezt a kijelentést, a kintről jövő értelmezést fel tudom valahogy fogni. Tehát azért erre szükség, mondhatom, ez a kondíció sine qua nonja annak, tehát a feltétel, ami nélkül nincs megértés, annak, hogy megértsük ezeket a dolgokat. És ezért az én érvelésem az annak az érvelés és évrendszere, aki ezt a könyvet írta. Ezt a könyvet pedig a Szentlélek írta, mind a 66-ot, ő diktálta, ő neki köszönhetjük, hogy megvan, és itt találok egy olyan logikát, egy olyan felsőbb gondolkodást, ami választ ad a Szent Háromság kérdésére. Isten úgy adott egy kis világosságot ebbe a dologban, hogy önmaga adta ezt az elgondolást, hogy van Szent Háromság. És ez egy alaptétel, ezt jegyezzük meg. A Szent Háromság Istenről nem az első keresztény zsinatok kezdtek el foglalkozni. Tehát tudjuk, hogy a keresztény egyház történetében az első pár évszázadban voltak zsinatok, egyetemes zsinatok, ahol megfogalmazták többek közt a Szent Háromság Istenről való dogmákat is. Most akik a Szent Háromságot nem fogadják el, azt mondják, hogy a Szent Háromság a 3.-4. században keletkezett, így például a Jehova tanúk, a maguk kis őrtornyából azt mondják, hogy akkor fogalmazták meg ezeket, és mintha addig nem lett volna. Ezzel szemben én azt mondom, hogy Isten kijelentést adott, elmondta, hogy ő Szent Háromság Isten. Tehát elmondta azt a titkot, amit próbálunk boncolni, hogy ő egy, és az egységben van egy hármasság, és ugyanúgy van egy egység. Tehát egy Isten, aki három szemében jelentette ki magát. Ez a témám, erről fogok beszélni. És Isten így elmondta az ő nevét. A név nagyon érdekes, tudjuk, az Ószövetséget héberül írták, ez sém magyarul, az azt jelenti, hogy név. Isten elmondta, mi az ő neve. És ezért, hogy mi Istenről, mint Szent Háromságról tudunk beszélni, Atya, Fiú, Szentlélekről, és akkor onnan tudjuk, hogy a nevet ő saját maga adta. És ezért nagyon fontos alaptétel, hogy amikor Isten elmondja, hogy kicsoda ő, egy kulcs szó, kijelentette magát, tehát kijelentést adott önmagáról, akkor ezzel, mint egy hidat adott nekünk az ő megismeréséhez. Tehát nem úgy történt, és erre később majd visszatérek, hogy az ember neveket adott Istennek. Mint hogy általában a mitológiákban ezt így látjuk, vagy az összes többi vallásban így látjuk, hogy az ember megpróbált elképzelni, milyen az Isten, és akkor voltak földi fogalmai, képzetei, és akkor ezeket fölruházta, ráruházta az Istenre. És akkor olyan az Isten, hogy ezt elgondolt, ez projekció. Hanem fordítva történt az egész, újra mondom azt, hogy Isten nevet adott magának, és a néven belül elmondta, hogy Atya, Fiú és Szentlélek is ugye kijelentett, ugyanakkor én egy vagyok, egy. Ez nem emberi kitalálás, amire bizonyíték lesz a sok próbálkozás, amikor megpróbáljuk ezt
logikailag megmagyarázni, és nem megy, hanem ő saját maga adott nevet, tehát újra mondom, a név, amit Isten adott, és amit a Szent Háromság olvasunk, Isten által adott híd az ő megismeréséhez, hogy eljussunk őhozzá, hogy ebbe az immanens zárt rendszerből kilépjünk egy még nem, több mint transzcendens világba, abba a világba, ahol őt valójában meg fogjuk találni. Nos, ezután a Szent Háromság Istenről való kijelentés néhány alapját szeretném bemutatni, de ez olyan, mint a Bibliának az ABC-je. Tehát ez nem egy nagyon bonyolult dolog, és ez valójában minden keresztény embernek, de nem keresztény embernek, aki az Ó és Új Szövetséget olvassa, ezt ismernie kellene, vagy tudnia kellene, hiszen a Biblia az elejétől fogva egészen végéig egészen világosan arról beszél, hogy Isten, ami egy Istenünk, három személyben jelentette ki magát. Akik egymással beszélnek, akik tanácskoznak egymással, de ugyanakkor egy önmagán belül való beszélés, tanácskozás ez, majd erre fogok igehelyeket hozni. Talán meglepő lesz, hogy én most a Szent Háromság Istenről való bizonyítékokat, vagy belső érveket nem az Új Szövetségből fogom kezdeni, sőt, azzal nem is sokat foglalkozom, hanem az Ószövetséggel kezdem, azért, mert nekünk egy Bibliánk van. Tehát ez nem úgy van, hogy van egy Ószövetség, és van egy Új Szövetség, és a kettő más szövésű. Ez ugyanaz a Szentlélek ihlette, ugyanaz a Szentlélek ihlette a legelső könyvnek az íróit, vagy íróját, és a Jelenések könyvének az íróját. Tehát amit az Új Szövetségben sokkal nagyobb világosságon látunk már, az benne van az Ószövetségben is. Így például az Ószövetségnek rögtön az elején láthatjuk azt, hogy azt mondta az Úr, hogy teremtsünk embert, és amikor azt mondta, hogy teremtsünk embert, akkor az többes számban található. Itt ebben a kis feldolgozásban láthatjuk azokat a ószövetségi részeket, aminek alapján szeretném ismertetni a Szent Háromságban ószövetség bizonyságokat. A 1 Mózes, ez innen megyünk, ez a következő. Teremtsünk embert, ez lesz az egyik. Amikor Isten azt mondta, hogy teremtsünk ember, többes száma mondta. A másik lesz a Sömái Izrael, a harmadik lesz az Ároni áldás, és aztán még mondhatom tovább a történelmi könyvekben levő bizonyságokat, a Zsoltárok könyvében, meg a prófétákban való bizonyságokat. Tehát az egész Ószövetség mind arról beszél, hogy Isten, Szent Háromság Istenként jelentette ki magát. A legelső az, hogy teremtsünk embert, itt nagyon érdekes, hogy többes számba mondja Isten ezt, amikor tudjuk, a 6. nap második feléhez elérkezik a teremtés történet. Mert a 6. nap két egymástól világosan megkülönböztető részből állt. 6A és 6B. A 6A azzal zárult le, hogy megteremtette az összes szárazföldi állatot. Még nincs ember, hanem az összes állat meg van teremtve. Isten azt mondta, jó, mindez nagyon jó. Érdekes, arra egy különleges héber szó van, a tób. A tób. Az tökéletes, zárt, befejezett, ennek nem kell tovább fejlődni. Kész az állatvilág teremtése, még nincs egy ember sem. És akkor Isten azt mondja, hogy teremtsünk embert. Tehát egy tervezés van, és többes számban mondja ezt. Miért mondja Isten többes számban? Egyesek azt mondják, ez pluralis majestatis, fejedelmi többes. Mi nem így látjuk. Mások azt mondják, hogy az angyaloknak mondta. Mert angyalok már akkor voltak, hiszen őket már akkor megteremtette. De hát nem hiszem, hogy ő neki szükség lett volna az angyalok segítségére, asszisztenciájára, hogy most teremtsen. A teremtés az isteni mű, egy isteni kreáció teremtés megy végbe. Továbbá, akit most fog teremteni, ez magasabb, mint az angyaloknak a minősége, mert ez Istenre fog hasonlítani a mi képünkre és hasonlatosságra. Hát azért van többes száma, mert ott volt az Atya, Fiú és Szentlélek, és a héber szövegben egy nagyon érdekes szó az, ami ezt mutatja, mégpedig ez a szó ez.
amit itt láthatunk. A héber írás az másra hangzó írás. Ezek a betűk, és úgy értjük, hogy Elohim. Egy régi szövegből másoltam ki ezeket a szép héber betűket. Tehát másra hangzó írás, hogy Elohim. Ez néma, nem ejtjük ki, ez L betű, ez H betű, ez szintén H betű. Ez akkor lesz I betű, hogy ide teszem. Ez az E, a magánhangzókat külön kell beírni, azt később írták be. Elohim, és ez pedig a him, ez a im végződés, ez mindig többes számot jelent. Tehát Istennek a neve, hogy Isten, ez a név önmagában véve többes számban van. Ez egy belső érv és belső bizonyság, hogy erre van, hogy Isten kijelentette magát, hogy én vagyok az Isten, ott mindig többes szám van. Tehát eleve kell látnunk azt, hogy Istenen belül van valami olyan csodálatos többes szám, amit később a kijelentés során fogunk megérteni. Az Elohim, tehát Isten, hogy teremtsünk embert, ezért mondjuk, mert Atya, Fiú és a Szentlélek. Na most, aki a teológiának kicsit a mélységeit jobban ismeri, az tudja, hogy hát az egész Biblia erről beszél, mert ott volt az Atya a teremtéskor, ott volt a Fiú, a Jézus Krisztus, és ott volt a Szentlélek is. Most, amikor felolvastuk itt a kezdő áítatban az igét, hogy Isten teremtett mindent, azt olvastuk, hogy Isten lelke ott lebegett a vizek felett. Tehát nem csak az Atya volt ott, hanem ott volt a Ruach, a Szentlélek is, az Istennek a szent lelke is ott volt. Tehát ez a Bibliának a bizonysága. És a Fiú pedig, a második személy azért volt ott, mert tudjuk a János evangéliumból, a jánosi prológusból, hogy kezdetben hogy amikor Isten teremtett mindent, akkor kezdetben volt az ige, a logosz, ez a Krisztus. Kezdetben volt az ige, és az ige az Istené volt, és Isten volt az ige, és figyeljük, minden ő általa lett, a logosz által lett, nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Nagyon érdekes. Hogy ott volt a logosz a teremtéskor, és minden ő általa lett, nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Tehát ott volt az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Tehát az Istennek a neve, az Elohim, ami többes szám. A másik nagyon érdekes bizonyságtétel az Ószövetségből, vagy egy ilyen érvelés az Ószövetségből, az a következő. Szinte egy nagyon régi szövegből másoltam ki, és egy roppant izgalmas rész ez. Hát, hogyha teológusokkal beszélik, ők is csak álmélkodnak, mert ezt nem nagyon ismerik. Egy roppant izgalmas rész, ez az 5 Mózes 6.4, amiben található a zsidóknak a hitvallása. Tehát ma is a zsidó embereknek ez az alap hitvallás, ez a Sömá Iszrael. Jáve Elohénu, Jáve Ehad. Ez olyan fontos hitvallás, hogy egy ilyen pergament tekercsre fölírják, és a régi zsidó házakban az ajtófélfában volt egy tok, és oda betették ezt a hitvallást. Tehát a Sömá Iszrael, ez, amit itt látható, ez minden zsidó háznak a ajtajában ott volt, amikor valaki bement és kiment. Ez volt az, ami fogadta és ami búcsúztatta. És ami nagyon érdekes, és ezért jó, hogy már eddig néhány dolgot mondtam erről a héber írásról, az Ószövetséget így írták. Hogy láthatjuk ezeket a mássalhangzókat, ezek a mássalhangzók, ezek a pöttyök, pontok, meg ezek a magánhangzók. Ma is, ha valaki zsidó ember, akkor magánhangzókat nem kell, hogy odaírjam. Ez a másra hangzó olvas, itt látja és hozzágondolja magánhangzókat. Ez egy nagyon érdekes írás. És na, ez volt a szent szöveg, amit a rabbik másoltak évezredeken keresztül, és úgy másolták, hogy nem volt szabad változtatni rajta. Tehát ami eredetileg volt, az úgy kellett, hogy legyen leírva. És most azért roppant izgalmas ez, mert az összes héber Bibliában ez a két betű nagyobb. A Sömá, a haldnak az utolsó másra hangzója, és az Ehad, egy, a dalet, az is nagy.
És másodnak nem tudták, hogy mi ez, hogy mi lehet, de valami titok van benne, itt is van egy misztérium. Mi pedig keresztény teológusok mondjuk, hogy ez az. Na, így értelmezzük az Ószövetséget, illetve az Ószövetség így értelmezi magát mi nekünk, hogy ebben a Szent Háromság titka van benne. Tudnélik, ha az két betűt, az elsőt az aint, azt a nagyot, meg az utolsót, a daletet összeolvasom, ezt és ezt, ezt a kettőt, akkor ebből ez jön ki, éd, ami azt jelenti, hogy bizonyságtétel. Ez egy külön szó. Ezt a két betűt összeolvas, egy külön szót kapok, egy bizonyságtétel. Németül Zeugnis, angolul Witness. Ez a bizonyságtétel. És mi az a titkos bizonyságtétel, amit nem értenek, de nem szabad változtatni rajta, de mégis ott van. Az, hogy halld Izrael, eddig meg nem nagy titok, Jáve, az Úrnak a neve először, Elohénu, a mi Istenünk. Ez nem többes számban van, az Elohim helyett Elohénu, a mi Istenünk. Én hiszem, hogy ez az Úr Jézus. Azt nem el tudtam ezt magyarázni, a Söma Izraelben van ez a titkos bizonyságtétel. És hát ez egy szintén egy belső bizonyság, ami erről beszél. És akkor még mondhatnám a többi ószövetségi helyet, amiket mind elemezhetnék, így az ároni áldás. Tudjuk, hogy van az ároni áldás, a legszebb áldás, amit a gyülekezetekben szoktunk mondani, hogy áldjon meg az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr, az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr, az ő orcáját te rád, és adjon te neked békességet. Mondhatnám még a Dávidnak a kettő Sámuelből levő utolsó beszédjét. Igen, ez az ároni áldás. Köszönöm szépen. Az én nevemet így helyezzétek Izraelre. Istennek a neve, maradhatsz. Az én nevemet, az Istennek a neve, ami az Úr, Úr, Úr. Tehát Isten így jelentette ki magát, hogy ő az Atya, Fiú és a Szentlélek, de mondhatom a Dávid életéből is, az ő utolsó zsoltárából is, az úgynevezett 151. zsoltárból, a 2. Sámuel 23-ból, meg a többiből. De az idő rövidségével tekintete ettől most el kell, hogy tekintsünk. Tehát ezek az ószövetségi bizonyságtételek. Az új szövetségi bizonyságtételek azok sokak számára meggyőzőbbek. Számomra ez teljesen elegendő. Én az Ószövetséget ugyanúgy Isten igéjének tartom, tehát újra mondom, egy Bibliánk van, és ezért már az első laptól egész az utolsóig mindenhol arról olvasunk, hogy Atya, Fiú, Szentlélek, ami egy Istenünk. Az Új Szövetségben a legragyogóbb bizonyságtétel az, amit itt a nyitó bibliaolvasáskor hallottunk, Szent Háromság Isten a Jordán partján. A Szent Háromság Isten második személye, aki testé lett, aki inkarnálódott, most 30 éves korában elkezdi maga munkáját, és kijön a Jordánból. A Szent Háromság Isten első személye a mennyből megszólal, ez a kijelentés hangja különben, a rabbik így mondták, a bat kol, a kijelentés hangja. És azt mondja, ez az én szeretett fiam, aki gyönyörködöm. És a Szent Háromság Isten harmadik személye pedig galamb formájában rászáll Jézusra. Tehát a Szent Háromság Isten a Jordán partján, mondhatom, most együtt van mind a három kijelentésben és akcióban. Tehát ez egészen érthető és felfogható. A másik, amit ha valaki meg volt keresztelve gyermekkorában, életében először hallott, csak még akkor nem voltak trinitárius felfogás képzetei, az volt, hogy megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tehát az egész Biblia az elejétől a végéig mindenhol arról szól, hogy az Istenünk Szent Háromság Isten. Hát ennek a tagadása az Isten munkájának a tagadása egyben. Aki ezt nem fogadja, voltaképpen kívül zárja magát a Biblián. Szóval a Bibliának a világán kívül zárja magát az, aki ezt tagadja, és nagyon sokan tagadták mégis a kereszténységen belül is a Szent Háromságot. Sokáig nem értettük, ugye amikor a Madách ember tragédiáját, ember tragédiáját tanultuk, és megismertük, hogy
Minek kellett, és Madács is felveti a kérdést, hogy az egy I betűhöz. Miért olyan fontos az a egy I betű, hogy amiatt ölik egymást, háborúk indulnak el, és mindezt megértve, amit most elmondok, láthatjuk, hogy ez az I betű nem egy bagatell dolog. És láthatjuk itt kivetítve, hogy ez a bizonyos I betű két hasonló szó egyikében benne van, másikban nincs. Ezt talán ismerjük, hogy homo iusios, vagy homo usios. Az, hogy homo usios, vagy homo iusios. Az, hogy homo ios, azt jelenti, hogy hasonló. Az, hogy homo usios, az egy lényegi, ugyanaz. Ez azért volt ez a harc, mert egyesek azt mondták, hogy Krisztus nem Isten. Márpedig, hogyha Krisztus istenségét valaki tagadja, akkor az egész kereszténységen, de az egész Biblián, az Ószövetségen és az Újszövetségen kívül helyezi magát. Az Isten csak hasonlít az. Jézus csak hasonlít az Isten, ez voltak éppen Isten megteremtette őt egyszer, volt, amikor nem volt, az egy az Isten, aki mindig volt, de nincsen benne egy másik istenség, tehát csak Jézus hasonló az Atyához. Az ortodox tanítás, meg a Biblia tanítás, meg az, hogy homo usios, azt jelenti, hogy Istenből való Isten. Ez az I betű. Ebből származott Áriusnak a tévejgése. Árius. És az ariánizmus tévejgése. És ami óriási szakadásokat okozott, és egyház szakadásokat is okozott, tudnék, Árius azt mondta, hogy Jézus hasonló az Atyához, de nem egy lényegű vele. És hogyha valaki tagadja a Krisztus istenségét, akkor a Szent Háromságot is tagadja. Akkor pedig az egész Bibliának a tanítását tagadja. Különben én az Ószövetségből tudom bizonyítani, hogy Krisztus Istenből való Isten. Tehát vannak olyan ószövetségi részek, amik Krisztust, a Szent Háromság második szemét úgy mutatják be, mint aki teremtő. Mint az Istennek a fia, aki örökké való istenséggel bír. Istenből való Isten, a Szent Háromság második személye. És olyan munkákat ír a fiúnak, tulajdonít a második személynek, ami az Atyának is tulajdonítatik. És erről újra sokat lehetne beszélni, tehát ez a bizonyos bizánci jeletben levő I betű körüli háborúság, ez az ariánizmus tévejgésétről beszél, amitől a Szent Háromság Isten elfogadása vagy tagadása is merőben függ. Tehát ezért aztán az első zsinatok megfogalmazták azt, ami a Bibliában világosan megtalálható. Ezután kellett, hogy a zsinatok összeüljenek, és megfogalmazzák ezeket a dolgokat. Így például létrejött a Atanázius hitvallása, aki Áriusnak volt a nagy teológiai ellenfele. Különben nem babra ment a játék, mert amikor Árius vagy Ariánus volt a püspök, akkor Atanáziusnak menekülnie kellett, számüzetésbe vonult. Amikor Atanázius volt a püspök, akkor Áriusnak kellett menekülnie. És nem egyszer előfordult, hogy bizony szorítóba került az, aki az igaz hitet vallotta. Például egy zsinaton Atanázius egyedül maradt. Ott álltak sorba a Krisztus istenségét tagadó püspökök, az egyházon belül vagyunk. És azt mondták, hogy mit akarsz, Atanázius, te egyedül vagy. Azt mondta, nem vagyok egyedül. Hát velem van az Atya, Fiú és a Szentlélek. És vele is volt, mert a kereszténység elől megmaradt ennek a vallása, megvallása, és hát így hát mi is azért lehetünk együtt, és azért van keresztény egyház, mert hiszük azt, amit a Biblia nekünk tanít. Nos, a kereszténység mai formáin belül az unitárizmus az, ami tagadja a Szent Háromságot. Ezek az antitrinitárius elgondolás, az unitárizmus, Jókai az Egy az Isten című csodálatos regényében az unitárius világot mutatja be, és az unitárizmusnak a európai első képviselője volt Szervet Mihály,
És akkor János Zsigmond fejedelmünk, aki unitárius befolyás alá került, mert volt egy orvos a Bland Rata, aki Lengyelországból hozta Bland Rata György. Ő volt, aki János Zsigmondot rávette, hogy az unitárizmus mellé álljon. És Dávid Ferenc volt a legnagyobb erdélyi unitárius. Ez egy fantasztikus nagy fej volt. Ez egy hulló csillag volt. Egy ragyogó hulló csillag, aki római katolikusként kezdte, és a legjobb római katolikus teológus volt. Utána, és megcáfolta a protestánsok tévejgését. Utána evangélikus lett, az evangélikusoknak vezetője lett, és szenzációsan meg tudta cáfolni a római egyháznak minden tévejgését. Utána Dávid Ferenc református lett, és egyik legnagyobb református teológusunk lett, és utána unitárius lett, és tagadta Krisztus istenségét. Azt mondják egyesek, hogy azért, mert a Koránt sokat olvasta, illetve a Korán hatása alá került. A Korán meg azt mondja, hogy Istennek nincsen fia, Allahnak nincs fia. Ne mondjátok, majd ez hamarosan jön. Tehát akárhogy is, ő elutasította Krisztus istenségét, és unitárius lett. De olyan szónok volt Dávid Ferenc, hogy egész Kolozsvárt áttérítette, a Székelyföldet áttérítette unitárius hitre. Én láttam azt a követ, amin Dávid Ferenc prédikált Kolozsváron, amikor áttérítette a Kolozsvár lakosságát unitárius. Ez nagyon nagy ember volt. És utána szombatos lett. Ezt kevesen tudják, és úgy halt meg. Illetve ő indított el az erdélyi szombatizmust, ami nem a mi általunk ismert szombatizmus, hanem a szombatosok. Az azt jelenti, hogy visszamentek az Ószövetségbe. Hogy körülmetéltek a férfiakat, összes gyereknek zsidó nevet adtak, és még Bethlen Gábor kancellárja is szombatos volt. Tehát milyen toleráns volt Bethlen Gábor. Különben Báró Kemény Zsigmond könyve a Rajongók ír a szombatosokról. És ez a kereszténységen belüli dolog, ez a unitárizmus, és akik a mostani a kereszténységre hivatkozó csoportok közül ismertek a Jehovák, vagy Jehova tanúk, ők Krisztus istenségét tagadják, és a Szent Háromságot tagadják. És többek között ők érvelnek úgy, hogy csak az első századokban lett megfogalmazva, akkor keletkezett a Szent Háromság. De hát ezt kellene ismerni a Bibliát, hogy bizony ez az egész Szentírásban, az első laptól kezdve megtalálható. Próbálkozások a megértéshez. Tudom, hogy a lelkipásztorok is próbálják ezt értetővé tenni a konfirmációs foglalkozáson, meg hittan foglalkozáson. Mondja a lelkész, hogy tudod, kisfiam, olyan ez, mint egy virág, aminek más az illata, más a színe, és más a formája. De mégis ugyanaz az egy virág. Na, ilyen a Szent Háromság. Érezzük, hogy ez nem jó, meg látni fogjuk, nincs analogia itt a Földön, ami ezt pontosan kifejezni, mert ez három tulajdonság. Ez egy virágnak három tulajdonsága, de nem három személy egy egységen belül. Tehát ez nem jó kép. Akkor azt mondja, látom, ez nem érted, kisfiam, akkor ez inkább úgy, hogy én más vagyok, mint lelkész, más vagyok, mint tudom, és családapa, és más vagyok, mint autovezető. De ugyanaz a személy vagyok. Ez meg egy személynek három munkaköre, vagy feladatköre. Ez azért nem jó. Akkor szokták mondani, ez még egész jó találó, hogy a víznek a három halmaz állapota. A jég, a folyékony rész, meg a gőz. De hát ez meg egy anyagnak a három megjelenési formája. Ez szintén nem jó. Ezek nem beszélnek egymással. A Biblia pedig azt olvasom, hogy 110. Zsoltár. Mondta az Úr az én Uramnak. Ülj az én hatalmam jobbjára. Tehát Dávid a Zsoltárok könyvének a 110. részében az első és következő versében így kezdődik, de ez Krisztus előtt, tehát Krisztus születés előtt 1000 évvel hangzik el. Azt mondja Dávid,
mondta az Úr az én Uramnak. Az Atya mondta a fiúnak, ez ülj az én jobbomra, ez a Krisztus mennybe menetelekor teljesedett be, amikor felmagasztalta az Atya Krisztust, és a jobbjára ültette, és mindent a lába alá vetett. És Dávid 1000 évvel korábban mondja, hogy mondta az Úr az én Uramnak. És Jézus később idézi ezt, azt mondja, hogy miként mondhatta Dávid Krisztust lélekben urának? Ezt a kérdést tette fel. Tehát Krisztus is hitelesíti, hogy Dávid király lélekben, azáltal a lélek által, ami által az Ószövetséget írták, ami által leírta a 150 Zsoltárt, sőt az előbb által emlegetett 151-et is, a 2 Sámuel 23-ban, hogy 1000 évvel korábban elmondta, hogy megkülönböztette a két szemét, hogy van atya és van fiú. Mondta az Úr az én Uramnak, ülj az én hatalmam jobbjára. Hát ezek ilyen belső bizonyságok. Tehát három, vagy több személy és három személy van, mert Jézus meg azt mondja, figyeljük a János 16-ban. Én kérem az atyát, és más vigasztalót küld ti nektek, aki veletek marad mindörökre. Tehát Jézus mondja, hogy kéri az atyát, neki, akinek van joga kérni, hát persze, mert ő is az atya egy. Én is az atya egy vagyunk. Én kérem az atyát, és más vigasztalót küld a Szent Lelket. Vagy, és az mikor történt, valósult meg? Pünköskor, amikor Krisztus felment a mennybe, elkérte a Szent Lelket, és elküldte. De ez plauzibilis, ez magától értetődő, hogy az atya, fiú és Szentlélek. Abban lehetnek különbözőségek a bizánci egyház és Róma között, illetve az egyház szakadás 1054. Egyik oka az volt, hogy a filiokve harcok, hogy a Szentlelket a Jézus küldte, vagy az atya küldte. A filiokve, ez a filiokve, ez a kve is azt jelenti. Tehát a bizánciak azt mondták, hogy a Szentlélek csak az atyától származik. Mi nyugati keresztények azt mondtuk, hogy és a fiútól, filiokve, és a fiútól is. Erre hivatkozva, hogy én kérem az atyát, és más vigasztalót küldi nektek, egy. A másik, apostolok cselekedete 2-ben, hogy miután felment Krisztus a mennybe, az atyától a Szent Lelket elnyerte, és íme most kitöltötte. Tehát a fiútól is, a filiokve. Tehát így érthető ez, hogy három személy, és nem tudjuk megmagyarázni ezekkel a példákkal, amiket úgy próbáltam elmondani. Ennyi tehát az alapozás, az előadásomnak az egyik része. A másik része pedig, és mi van a többi vallásokkal, tudnék, egy ilyen nagyon érdekes és elgondolkoztató címet kaptam, hogy a Szent Háromság Istenről való tanításunk, és a Szent Háromságban kívüli vallások. A Korán a Szent Háromságról, és a Biblia a Szent Háromságról. Ezt a kettőt egymás alá írtam azért, hogy a Koránból azt a szúrát megtaláljuk, amelyik a 4/73, a 4-es szúrának a 73. verse, vagy versei, ezek a következők. Tehát túlvilági küldöttként jelentnek Mohamednek egy angyal, azt mondta, hogy én vagyok Gábriel, és amikor őt meditált, és ez a Gábriel elé tárt egy selyem kendőt, és azt mondta, hogy mondd utánam. És akkor Mohamed ezt nem akarta megtenni, akkor megszorongatta őt Gábriel, akkor majdnem megfulladt, akkor mondta, most akkor mondd utánam, és akkor mondta utána, és így ilyen inspirációk által keletkezett a Korán, és ez a Gábriel nevű angyal a következőt mondta a Koránban, hogy ti írás birtokosai, ne lépjétek túl a határt a ti vallásotokban, és ne mondjatok Allahról más, csak az igazságot, mert, és is láthatjuk, hogy mi az üzenet, mert Jézus a Messiás, Mária fia csupán küldötte Allahnak. Higgyetek hát Allahban és az ő küldötteiben, és ne mondjátok azt, hogy három, hagyjátok abba, jobb az nektek, Allah csupán egyetlen Isten, magasztaltassék, hogyan is lehetne gyermeke.
ez a Koránban való idézet, tehát hogyha akarjuk tudni, hogy a Korán hol nyilatkozik Krisztus istenségéről, és hol nem fogadja el, hol tagadja a Szent Háromságot, a negyedik szúrában találhatjuk. Tehát ebben azt mondja, hogy Jézus csak küldött az alaknak. Itt a végén pedig, hogy hogyan lehetne gyermeke. Tehát Jézus nem az Isten fia. Tehát az Isten fiúságot nem fogadja, sőt tagadja. Az pedig, hogy a Szent Háromságról hallani se akar, és jobb, ha abba adjátok. Azért figyeljük meg, az iszlámban rend van. Szóval ott fegyelem van. Jobb nektek, ha abba adjátok. És nem mondjátok, hogy három. Ezzel szemben a Biblia arról beszél, hogy amikor Jézus megszületett, előtte megjelent Gábriel angyal. Megjelent Gábriel. Érdekes, hogy mind a kettő Gábrielnek mondja magát. Tehát 600 évvel korábban megjelenik Gábriel, és elmondja azt Máriának, hogy aki születik, a magasságos Isten fiának neveztetik. Tehát világosan elmondta Jézus Krisztusról Gábriel, az Isten küldötte, hogy az Isten fia lesz. Tehát Istennek van fia. És a magasságos, az Isten fia és a Szentlélek cselekszi mindezt. Tehát a Szent Háromság Isten itt ebben a részben is ott található, vagy megjelenik, amit 600 év múlva a Korán tagad, és nagyon érdekes, elmondom miért, már nem akarom a teológusoknak a hitelét rontani, ennyi kollegialitás azért van bennem, de ez egy teológusnak volt, ez az egész egy teológusnak volt a hibája. Ezt a teológust úgy hívták, hogy Varaka ibn Naufal, aki Mohamed feleségének az unokatestvére volt. Mert tudjuk, hogy Mohamed egy roppant gazdagnál a 18 éve idősebb nőt vett felesége, Kadidját, akinek az unoka fivére egy ebionita pap volt. Az ebioniták azok egy kereszténységnek egy szektája volt. Tehát egy keresztény teológus volt, csak egy jellegzetes fajtájának volt a képviselője. És oda ment Mohamed magából kifordulva, majd idegösszeroppanás kapott ezután a látomás után. Most mi ez? Hát megjelent egy angyal, ő a Gábriel. És akkor ezt mondja, hát most higgyem, ne higgyem. És azt mondta ez a úgynevezett keresztény teológus, ez Istentől van. Isten szokott ilyen módon szólni. Fogadd el a kijelentéseit. Ez a teológus hiányzott a lelkek megkülönböztetésének az ajándékával. Ha a misztikumát nézem az egésznek. De ez a teológus egyszer nem ismert az írást. Nem volt képes különbséget tenni jó és rossz között, fekete és fehér között. Egyszer úgy gondolom, az alapfogalmakkal nem volt tisztában, valami oknál fogva. És azt mondta majdnek, menj vissza. És visszaküldte. És utána folytatódott az inspiráció, ez a bizonyos Gábriel, aki magát Gábrielnek adta ki, nyilvánvalóan egészen más mondott, a kettő közül egyik nem volt Gábriel, az biztos. Mert ugyanaz, de nem lehet másképp mondani 600 év múlva. Nem hiszem, hogy amnéziába szenvedett volna. Hogy most rosszul emlékszik, hogy mit is kell itt mondani. Itt valami más magyarázat lehet, amit most nem feladatom értékelni, csak az, hogy íme a Biblián kívüli vallások közül egyet veszünk, az iszlámot, ami a Szent Háromságot nem fogadja el, és enélkül próbálja megoldani a kérdést, és nem tudom, hogy mennyi békességet, elrejtettséget ad ez a Szent Háromság nélküliség egy vallásos embernek. Ez csak egy kérdés, és ezt érdemes volna megvizsgálni. Ez a diagram, vagy ez az ábra bemutatja sokféle vallást. Sokféle világvallás, most ezt nem is akarom végigvenni, hogy protestánsok mennyien vannak, azon belül anglikánok. Tehát a rengeteg sok vallás között ugye két nagy különbséget tehetünk. Van a politeizmus, és van a monoteizmus. A politeizmus a sok Isten hit, a monoteizmus az a egy Isten hit. Voltak éppen két nagy monoteista vallást ismerünk, a kereszténységet, és illetve a Biblia vallása, az monoteista vallás, mert egy Istenünk van. Halt, Izrael, az Úr, a te Istened, egy Úr, egy Istenem van. És tehát ez a Biblia vallása. A másik pedig az iszlám, az is monoteista vallás. A zsidóság
ha a gyökereket nézem, ha csak az Ószövetséget nézem, az egyértelmű, hogy monoteista vallás, és Szent Háromságot valló vallás, monoteista vallás, csak helyesen kell értelmezni az Ószövetséget. A mai zsidóság nem hiszem, hogy a Szent Háromságot elfogadná, hiszen a mai zsidóságnak a hitvilágában nem csak az Ószövetség van, hanem rengeteg más irat, ami később keletkezett, a Midrás, a Talmus, a Talmud, a Hakala, a Haggada, meg ezek a többiek, aztán a középkori zsidóságnak a felfogása, a Kabala, meg a többiek. Tehát ez más, mint ahogy mi az Ószövetséget értelmezünk, de az Ószövetségben és az Újszövetségben, a Bibliában egy Isten hit van, ahol három személy jelenik meg. Emellett vannak a politeista vallások, és a politeista vallásokban rengeteg Isten van egymás mellett. Na most az izgalmas számunkra az, amikor a Biblia vallása találkozik a politeizmus bármelyik vallásával. Itt álljunk meg egy kicsit, és kérem a figyelmeteket, mert ez egy nagyon kardinális kérdés. Azt mondtam tehát, amikor a Biblia vallása, az Isten által kijelentett vallás találkozik valamilyen politeista vallással. És kiderül, hogy a kettő nem fér meg egymás mellett. Ha az Ószövetséget nézem, majdnem mindig így volt. Mert Isten népe az Ószövetségben, meg az Újban is mindig körül volt véve olyan népekkel, aminek az emberei vallásosak voltak, és saját vallásos képzetük volt, sok istenhitük volt. És a Biblia világosan mondja, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, aki kiosztalak téged Egyiptom földéről a szolgálat házából, ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. És Isten állandóan megmutatja, hogy én vagyok az Isten, ők pedig nem Istenek. Azokat csinálták, azokat kitalálták, azok emberi elképzelések. Egyedül én vagyok az Isten, a többi az más. A többi az, emlékszünk, az zárt rendszeren belüli sokféle elképzelés. A mi Istenünk, a Biblia Istenünk pedig kintről jön, kintről szól, kintről ad kijelentést, a revelációt. Elmondja, hogy én ilyen vagyok, és én azért tudok rajtad segíteni, mert nem vagyok bezárva ebbe az immanens belső világba, ahol magadra vagy hagyva, magadra vagy utalva, és csak a természeti törvényszerűségekben reménykedhetsz, amik ideig, óráig vannak. Én kívülről tudok neked segíteni. Én át tudom lépni a határokat, amiket te nem tudsz átlépni. Én mindenható vagy. Tehát a két, amikor találkozik a kettő. Ami nagyon izgalmas, van egy olyan kép, kérem szépen azt az ábrát, nézzük meg a többit, ahol ezt kérem szépen, ezt. Igen. Ez egy roppant izgalmas kép lesz, illetve egy ábra lesz, ez az. Én ezt egy német könyvből választottam, Die Plagen und die Götter Ägyptens, a tíz csapás és Egyiptomnak az istenei. Aki jegyzettel feliratja Exodus 12.12, tehát 2 Mózes 12.12-t, mert ott arról van szó, hogy amikor a tíz csapással Isten megbünteti Egyiptomot, akkor azt mondja, hogy ítéletet tartok, figyeljük, nem a fáraó fölött csupán, hiszen ítéletet tartok Egyiptom minden istene fölött. Egyiptom minden istene fölött tartok ítéletet. Tehát a tíz csapás és a politeizmus összefüggése volt egymással. Tehát itt tulajdonképpen egy istenharc van, teomachia. Egyik oldalt van Isten, a világ teremtő és fenntartó Isten, másik oldalt az úgynevezett istenek, és világosan megmutatja Isten a tíz csapásban, hogy ezek nem istenek, ezek semmik. És ez a felsorás az érdekes, mert sorba veszi a tíz csapást, a Nílus vízé változik, békák jönnek, legyek jönnek, fekélyek jönnek, jég jön, sáskák, sötétség, elsőszülöttek halála, és ezen az oldalon pedig láthatjuk pontosan, hogy amikor a Nílus például vérré változik,
akkor a Knum nevű istenséget semmisíti meg, mert ő a Nílusnak az istene. Hát most véd meg a Nílust, hogyha vagy. Nem tudja megvédeni a Nílust. Amikor a békák ellepik Egyiptomot, akkor a Hekt nevű istenséget semmisíti meg, hogy nem képes a békák istene ellenem állni, mert én erősebb vagyok. Ez ugyanolyan, mint amikor tudjuk, a Mózesék ledobták a botot a földre, és kígyóvá változott, és akkor jönnek a varázslók, a Jánnesz és a Jánbrész, és ők is a botjukat a földre dobják, és az is kígyóval változik, de a Mózesnek a botja elnyelte azokat a kígyókat. Tehát vannak úgynevezett istenek, akik produkálnak valamit, de én erősebb vagyok, és az utolsó csapás, ugye az Isis-Osiris, vagy az Osiris az élet adója, akit úgy gondolják, hogy az életet kapják, nem tudja megmenteni az első szülötteket, és aki esetleg látott egy olyan filmet, Mózesről egy filmet, ahol a tizedik csapást is bemutatják, akkor egy óriási jelenet, hogy a fáraó ott áll az Ozirisznak a szobra előtt, a férfi istenség előtt ott áll, és kezébe halott gyermek, hogy nem tudtál segíteni. Tehát ez a bibliai monoteizmusnak, illetve az egy Isten hitnek, az egy élő Istennek a totális diadalma az Ószövetségben a sokféle úgynevezett Isten felett. És ugyanúgy Isten elmondja a véleményét a perzsa dualizmussal szemben, ott két nagy Isten van, a sötétség, világosság. Azt mondja Ézsaiásban az Úr, én teremtettem a sötétséget és a világosságot. Tehát a perzsa dualizmusban két nagy Isten van, ott kettő van, aki egymással hadakozik. A sötétség és a világosság, azt mondja Isten, én teremtettem a sötétséget is, meg a világosságot is. Tehát láthatjuk, hogy ezekben a politeista vallásokban többféle rendeződése van az Isteneknek. Így például van, hogy kettő nagyobb Isten van egymással mellett, de ezek általában harcolnak egymással. A Biblián kívüli vallásokban az Istenek nincsenek olyan egységben. Ott egyik a másikkal hadakozik, hát ismerjük a babiloni mitoszokat, hogy ott milyen nagy harcok vannak az alvilág Istene, meg az égnek az Istene között. Ami nagyon érdekes, az, hogy ezt a képet kérem szépen. A címhez találtam egy olyan adatot, ami miatt mégis van komoly, mély értem ennek a címnek. Hogy lehet ilyen előadást címet adni, hogy a Szent Háromság is, a nem Szent Háromsággal gondolkodó vallások. És találtam például a hettitáknak egy régi Isten ábrázolásától. Nézzük meg, hogy 1, 2, 3. Három Istent ábrázol egymás mellett. És egyesek, ugye a vallástörténészek azt mondják, hogy íme hát a háromság gondolata, a Szent Háromság gondolata nem a Bibliában fogalmazódott meg, hanem máshol is, a többi vallásban is előfordult. Valóban a hettitáknak, akik nagyon régen éltek, még a Ábrám előtti időben éltek a hettiták, valóban volt egy ilyen szobra, három Isten egymás mellett. De van egy másik olyan képünk, ahol három van egymás mellett, ez a Ízis, Ozirisz és a Hórusz. És ezekben úgy látjuk, hogy a háromságot úgy képzelik el a Biblián kívüli vallások, hogyha van, hogy az atya, az anya és a gyerek. Nagyon érdekes. Az előző heti ábrázolásnál is egy férfi, egy nő és egy gyerek. Tehát a Szent Háromság, illetve nekik úgy nevezett a háromság képébe, beemelnek egy nőt, egy női szemét, mert így lesz majd a fiú, az isteni fiú. Tehát atya, anya és gyermek. De mondom, ez a zárt körön belüli vallásos gondolkozás. A zárt körön belül az ember úgy tud gondolkozni, ha csak immanens világban a saját logikája szerint akar gondolkozni, hogy akkor kell atya, egy anya is kell, hogy legyen egy gyerek, így akkor a három van. De mindez ilyen érzéki, evilági, testhez kötött gondolkozás, egészen más, amilyen, hogy van az atya, a fiú és a Szentlélek.
a Szentlélek, és ezeket hallom, hogy a szeretet kapcsolat összekötő őket, de ez most nem erősíti ezt az egészet, hanem arról van szó, hogy Atya, Fiú és Szentlélek. A Szentlélek helyett pedig csak úgy tudják képzelni, hogy legyen egy anya, mint ahogy a német katolikusoktól hallottam, hogy hisz ön a Szent Háromságban. És azt mondja a katolikus válasz, hogy ja, ich glaube an den Vater, Sohn und die Heilige Jungfrau. Hiszek az Atyában, a Fiúban és a Szűz Máriában, a Szent Szűzben. Ez ugyanaz a gondolat, hogy ami a hetita istenségben van, a Atya, Anya, és akkor van egy Fiú. Tehát Vater, Sohn und die Heilige Jungfrau. És ez az ős magyar vallásunkban, itt van egy Baba Mária kép, azt kérem szépen bemutatni, szintén volt egy női istenség. És ez most újra nagyon időszerű, ez az. Igen. Ez a Baba Mária. Ez azt jelenti, hogy a székely barátaink, ugye Csík Somlyón például, a Baba Máriát tisztelik. Mert őnekik a régi, ősi, még nem keresztény vallásos felfogása, hogy volt egy Isten anya, az ég királynéja, a Baba, és a római katolikus egyházba áttértek, ugye, amikor krisztianizálódtak, és meghagyták ezt a régi felfogást, és zökkenőmentesen összetudták kapcsolni Máriával, ezért amikor Mária az imádkoznak, tulajdonképpen a Baba Máriához imádkoznak. Tehát a kettőből, hogy megmaradt egymás mellett. Ez egy nagyon izgalmas téma, mert nagy reneszánsza van a magyarok ősvallásának. És én ezt nagyon meg is értem, mert hát az ember a saját gyökereit, magyarok vagyunk, hát azt szereti, és ezt képviseli. Csak én azt szoktam mondani, hogy hát maradjunk, legyünk ős magyarok bár, de már keresztjének vagyunk. Tehát a mi nemzeti identitásunkat meg tudjuk tartani, de Isten bennünket úgy vezetett, hogy mi már nem a paganizmusban élünk, nem a pogánságban élünk, hanem a kereszténységben élünk. De hogy mennyire benne van az emberekben ennek az erről való felfogás, hogy ott kell legyen az Istenségben egy női személy is, ezért néhány képet hozok, ami megjelent Isten népe számára újból és újból kísértésként, hogy a Szent Háromságba, vagy az Istenségbe beleképzeljen egy női lényt is, egy Isten anyát is, akit ég királynőinek nevezünk, ez az első, amit lenn van. Itt a több képet is készítettem, most nem találom, ami Ízisről szól, az egyiptomi istennőről, akinek pedig van gyermeke, a Hórusz. Van egy olyan alaptétel, hogy Isten népe mindig találkozott egy női istenséggel, és Isten próbált őket, hogy elfogadjátok a Biblia tanítását, vagy pedig hajlotok egy ilyen elferdüléshez, és már Egyiptomban kísértette őket egy női istenség megjelenése. A másik mostan az, ami előbb, ez a második. Amikor bekerültek Kánoánba, Kánaán földjére, akkor ismét megjelent egy női istenség, akit úgy hívtak, hogy Astarte. Na, ez az Ízis. Ez az Ízis. Ez az Ízis. Arról több kép is van. Most kérem, ez az Astarte. Ez az Astarte, a kánoáni istenség, egy termékenység istennő volt, és egy termékenység kultusz volt. Az oltára előtt orgiákat vittek véghez, és Isten nagyon érdekes módon annyira megharagudott rájuk, amiatt, hogy egy női istenséget imádtak, hogy felingerelték őt, és azt mondta, most már nem, már vége, most már nem segítek rajtatok. Ezért fogtak elmenni a babiloni fogságba. Például ilyet mond, nem látod, hogy mit cselekeznek? Azt mondja a Jeremiás 7-ben. Nem látod, hogy mit cselekeznek ők Jeruzsálemben, Júda városaiban? A fiak fát szedegetnek, az atyák gyújtják a tüzet, az asszonyok dagasztanak, hogy az ég királynőjének béleseket készítsenek. Tehát megvolt ennek a kultusza, hogy hogyan lehet egy női istenséget imádni. Most megyünk tovább, és amikor átkerül a görög kultúrkörbe a kereszténység, vagy Isten népe, ez jó lesz. Ez, és utána ez.
Az efézusi nagy templom az ég királynőjének emeltetett templom volt, az efézusi Diánának, az Artemisnek a temploma, most kérem az Artemisnek a képét, igen. Ugyanaz a hölgy, akit annyira szerettek, hogy amikor Pál apostolék hirdetik, hogy csak egy Isten van, akkor megfogják őket, egy stadionba hurcolják, és úgy tudom, 2,5 óra hosszat üvölt a tömeg, hogy nagy az efézusi Diána. Úgyhogy végül a hatóságnak kell bemenni és rendet tenni. Tehát persze, hogy tudjuk, hogy a nagy az efézusi Diána, hát, de hogyha valami jogtalanságot csináltak, van törvényszékünk, vigyétek oda, ne kiabáljatok itt. És nagy nehezen csendet teremtenek, de annyira elszabadultak az indulatok, nagy az efézusi Diána, akkor ez volt az ég királynője. Állítólag az ő szobra leesett az égből, és azért ott akörül építették a templomot. Tehát a görög mitológia. Amikor az ember kitalálja, és azt mondja, hogy egy női elemet kell behelyezni az istenségbe. Ezzel szemben Isten pedig úgy tanít bennünket, hogy Atya, Fiú és Szentlélek. Nem kell egy női személyt oda behelyezni, hanem ott van a pneumatikus jelenség. A pneumatika, az isteni lélek, ami azt jelenti, hogy ez egészen más. Jézus egyszer azt mondta a samáriai asszonynak, hogy Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Ami Istennel való kapcsolatunk, lelki, pneumatikus, az azt jelenti, hogy annak a módja, annak a minősége, nem érzéki, az én földi érzékszerveimből jön ki, hogy így fogok egy vallást gyakorolni, hanem föntről az isteni lélektől jön, és egy pneumatikus átalakuláson megyek át, hogy az Isten tudjam imádni. A János 4.21-ben ez van. Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben imádják. Tehát az az igazi vallás, ami ki tud szakadni ebből a földi, materiális, csak evilági, érzéki, megfogom, megkóstolom, megízlelem mentalitásból, és fölé tudok önmagamnak is fölé tudok emelkedni, mert egy pneumatikus közegbe kerülök, és bennem egy pneumatikus elem keletkezik, ami által tudom az Istent imádni. És akkor vagyok az élő Istenrel kapcsolatban. Ezért olyan nagyszerű, hogy nem úgy képzelem el az Istent, hogy olyan, mint én. Mert ezek az összes vallások úgy keletkeztek, hogy az ember elképzelte, hogy olyan az Isten, mint amilyen példákat látok. És így aztán azok az Olimposzon levő istenek, azok olyanok voltak, mint az emberek, csak kicsit följebb voltak. Úgy, hogy harcoltak, szerelmeskedtek, összevesztek. Ha lejöttek a földre, akkor bajba voltak, gyorsan visszamentek. Tehát ez teljesen emberi kitalálás volt, és Feuerbachnak, a nagy valláskritikusnak teljesen igaza volt, amikor azt mondta, hogy figyeljük, és teremtette az ember az Istent a maga képére és hasonlatosságára. Ezt mondta Ludwig Feuerbach, amikor a kereszténységet kritizálta. Tudjuk, hogy nem így van. A Biblia azt mondja, hogy Isten teremtette az embert maga képére és hasonlatosságára. De Feuerbach megfordította. Azt mondta, és teremtette az ember az Istent a maga képéről és hasonlatosságára. És igaza volt. Igaza volt azokra a vallásokra nézve, amikor az ember megcsinálta az Istenét. Fabrikátor dei lett, Isten gyáros lett. Mert mi Isteneket csinálunk magunknak, Isten kéket csinálunk magunknak, hogy Istenem most segíts, úgy segíts, hogy nekem kell, mint hogy megnyom a gombot, kijön a kóla. Nekünk ilyen az Isten hitünk. És nem igazi. Az igazi Isten az, ami föntről jön, pneumatikus, Isten lelke átjár engem. Ezért mondja Jézus, hogy szükség nektek újonnan születnetek. Hogy a Szentlélek által kapok egy új szívet, új lelket, és ebből az új lelki valóságban és minőségeben tudok már kapcsolatba lépni azzal, aki lélek, és akkor valóság lesz az, amit így mond Pál apostol, hogy Isten lelke az én lelkemmel együtt bizonyságot tesz, hogy az övé vagyok. Itt az ember beleesett a gödörbe. És nem tud kijönni a gödörből. Kiabál, szitkozódik, kétségbe van esve, és akkor jön Konfúcius. A univerzál vallás, a kínai vallásnak a nagy bölcse, és azt mondja, hogy hát, ha az én tanításomra hallgattál volna,
ebbe a gödörbe bele nem kerültél volna. És az a tovább megy, hát nem segítette őt. Utána következik Buddha, hogy azt mondja, hogy ne kiabálj, hanem font szépen keresztbe a kezedet, ülj lótusz ülésbe, meditálj és merülj el magadban, és majd akkor megszabadulsz ezektől a kínzó érzésektől, és egyszer majd eljussz is a nirvánába. Jön a Mohamed, és azt mondja, hogy mit kiabálsz, ez az Allah akarata és végzése volt. Hogy elfogadod az Allah akaratát, majd egyszer az következő világban, a mennyei paradicsomban, a szép húrik között megvigasztalod. És ott marad a gödörben. És jön Jézus, és lehajol a gödörbe, és kihúzza. És ez az igazi megoldás. Én ebben látom leginkább a különbséget, de így mondhatom, ha a képet kiegészítve jön az Atya, aki szeret engem, és átölel, és azt mondja, hogy fiam, téged vártalak, és enyém vagy, mint a tékozló fiút az Atya, hogy átölelte, és maga azt fogadta. És Jézus jön, hogy megváltson bennünket, a Szentlélek pedig átalakít és átformál bennünket, és lelkileg képessé tesz arra, hogy tudjak vele kapcsolatban lenni. Én azt szeretném megkérdezni, hogy vajon a többi vallás mindig, tehát biztosan csak ilyen emberi dolgokat, tehát emberi képzelgéseket tartalmaz, vagy vannak neki, mert nekem például nagyon feltűnt az, hogy a görög mitológiában Hádész, ő az alvilág ura, de ő maga az alvilág is. És ez nagyon összevág például a Jelenések könyvében levő, ahol azt mondja talán János, aki írta a Jelenések könyvét, hogy a pokol és a halál a tűznek tovább vetetik, tehát személyként kezeli a pokot. És hogy ez nem lehet, hogy nem tudom én, valahonnan nagyon régről, mint tudom, Ádámtól kezdve fönnmaradtak pletykák arról, hogy hogyan működik a világ, és akkor onnan vannak ilyen átfedések? Nagyon lényegi ez a kérdés, mert egy olyan igazságot feszeget, hogy vannak valóságelemek a nem bibliai vallásokban is. Ha a világról beszélnek például, az valóságelem, hogy nem csak ez a világ, hanem vannak láthatatlan személyek is a láthatatlan világban. Ha mondjuk démonokról tanít egy idegen vallás, egy nem bibliai vallás, az is valóság, mert nem csak ez a látható világban, van egy láthatatlan világ is. Éppen most, amikor ezotéria, mint olyan, annyira divatos lett, amikor az emberek egyre többet akarnak foglalkozni a láthatatlan világgal, ilyen könyvek jelennek meg, az angyal válaszol, hogy megjelent egy angyal. Megjelent egy angyal, és ezt mondta. Én nem keresztjén közegben, csak egyszer egy angyal megjelent. Vagy például a tanatológiában tudjuk, hogy akik a tanatológia mozgalomnak a vezetői, azok, tehát guide spiritje van, vagyis egy szellem diktál nekik. Tehát vannak emberek, akiknek különleges inspirációik vannak a láthatatlan világból, vagy Rudolf Steiner, az antropozófiának az atya, belát a láthatatlan világba, és ott mozgást lát. És nem azt mondom, hogy akkor nincs láthatatlan világ, hanem azt mondom, hogy tényleg van láthatatlan világ, amit a nem Biblián kívüli vallások is felfedeztek. Ennek az a magyarázata, egyrészt, ha igen, az a magyarázata egyrészt, hogy vannak paradicsomi ősképek. A kérdésedre válaszolok, hogy nem lehet, hogy valami pletyka, vagy valami elmaradt, visszamaradt. Vannak paradicsomi ősképek. Tehát az emberiség tudatában ott van az Isten tudat. Az, hogy van Isten, ez minden emberben valamilyen módon ott van. De amint eltávolodott az emberiség az Istentől és a kijelentéstől, a forrástól, akkor saját maga próbálta ezeket a még megmaradt kis magokat, vagy meg képzeteket úgy megmagyarázni. És az, hogy van túlvilág, ez egy paradicsomi őskép.
Az, hogy van Isten, ez is egy paradicsom őskép. Az pedig, hogy ennek sokféle fajtája lett, és a legkülönbözőbb Bibliával teljesen ellentétes magyarázatok találtak a különféle vallásokban, ez annak a sokféle eltorzulását jelenti. A másik, amit akartam mondani, valóban több van ezekben a Biblián kívüli vallásokban, mint csak emberi kitalálás. Mert az embernek a vallásos képzete egyfelől az őt körülvevő világból, az őt ismerő képekből származik. Például tudja, hogy van atya, atyaság, és a Isten atya, és úgy rajzolja, hogy egy nagy szakállas öregember. Így, mert azt gondolja, hogy az atya, és akkor ezt projektálja, biztos ilyen az Isten, de nem csak egy lineáris vonal, tehát nem csak egy horizontális vonal, hanem inspirációt kap lentről is. Ez az izgalmas azért. Ez a lent pedig a transzcendensnek a negatív része. Tehát a láthatatlan világnak két része van. Van egy pozitív és negatív része a Biblia szerint. Vannak angyalok, és vannak bukott angyalok. Az angyalok, akik engedelmességben maradtak, akik szolgáló lelkek, azoknak szolgálatára, akik az üdvösséget öröklik. De vannak bukott angyalok, és azoknak a seregei, vannak démonok. És hogyha az ember angyalt lát, vagy valami szellem sug neki, akkor nem a jó angyalok sugnak nekik, hanem démon inspiráció által. Tehát az ember Biblián kívüli vallásos elképzelésének két forrása van. Egyrészt a körülötte levő képzetekből alkotja az Isten képét, másrészt pedig ez meg van erősítve lentről való, vagy egy negatív háttérből való erőkkel, mert a pogány vallás, pogány, a Biblián kívüli vallásokban vannak erők, vannak dolgok, vannak csodák, nagy események vannak, ami csak emberi szinten nem magyarázható meg, hanem valonnan a mi világunkon kívülről kell, hogy jöjjön inspiráció, ezért és akkor innen lentről jönnek az inspirációk, és ez szaggatott vonalon mondhat, ezek a paradicsomi ősképek. Az Isten tudat, ami ott van, Ady Endre mondja, Isten ott van minden gondolatnak alján. És jaj, én ott leszek a balján. De a lényeg az, hogy Isten ott van minden gondolatnak alján. Valahogy ott van az ember tudatában az istenség, csak torz formában. Köszönöm a kérdést. Nekem igazából nem kérdésem, mert ilyen félig kérdés, félig hozzáfűzni való. Az egyik az, hogy azt egyszer mondani, hogy paradicsomi őstudat. De hiszen végül is fogalmazhatunk tisztán, az van a Bibliában, hogy Isten a saját lelkét lehelte az emberbe. Tehát Isten lelke végül is bennünk van. Tehát Isten lelke bennünk mozog. A paradicsomi őstudat ez. Isten lelke. Másfelől miért nehéz kimondolnunk azt, hogy a sátán munkálkodik, bukott angyalok. A Biblia megmondja, hogy a sátán elbukott és kivettetett a paradicsomból. És az összes többi vallásban ugyanúgy felfedezhető, akár a görög mitológiát nézzük, akár a babiloniakat, mind azok a sátának, azok a szolgái králják ezeket a vallásokat, akik elbuktak, hiszen mind Isten ellen való vallás. És nagyon jól tudjuk a Biblián keresztül, hogy nincsen egyetértés a sátán szolgái között. Ahogy a görög vallásban is az istenek egymás ellen harcolnak, ugyanúgy ők is harcolnak egymás ellen. Ezt mondjuk nekem még bizonyosan fiatal lelkészem van, és, de ezt többször tapasztalom, hogy félünk kimondani azt, hogy igenis a sátán létezik és munkálkodik. Munkálkodik Isten ellen. Megpróbálja elferdíteni az igazságot, ahogy Ádámnál és Évánál is elferdítette. És még egy volt, hogy ugye Isten szent lelke, tehát, hogy a Szentlélek és Isten lelke együtt munkálkodik.
bennünk, és ő vezet minket. És nem tudom, hogy János a prológusból tetszett mondani, hogy ugye az ige logosz, és ugye utána írja, hogy és az ige testé lett. Nagyon örülök ennek. Voltak éppen, én ezt elmondtam már, mert amikor elmondtam, hogy a többi vallások a lentről, az a lentről való vonal, az az ördög vonala. És beszéltem, hogy angyalok, akik nem maradtak engedetlenségbe, és beszéltem démonokról. Tehát én nem félek kimondani, mert a Biblia egyértelműen mondja, és nyilvánvaló, hogy az is igaz, hogy ezek egymással harcolnak. Jézus azt mondta, a ház önmagában meghasonlik, így az ördögnek a háza. Tehát ott teljes összevisszaság van. És amilyen lelki békességet, meg elrejtettséget ad a Szentháromság Isten nekünk, olyan zűrzavart okoz a Szentháromságon kívüli vallásosság. A zűrzavar legnagyobb oka, a legnagyobb galibát okoz az, hogy ez lentről való inspiráció. Tehát ez. Tehát azért nem adhat békességet, vagy megoldást a Szentháromságon kívüli bármilyen vallás, mert egyrészt csak horizont, csak az én megromlott vallásos tudatom gyümölcse, másrészt azonban lentről állandóan kavar valaki. Ez pedig az ördög kavar állandóan. Ez tényleg így van. Jézus pedig azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa. Ez így van, és hát bizony, ha valaki már új szívet, új lelket kapott, ott az ördög el kell, hogy menjen. Ott Jézus Krisztus az Úr. Ez a Biblia tanítása. Ami az első volt, amit mondott, az a kicsit azért vitába szállnék, vagy legalábbis kérdéseket tennék, hogy olyan, mintha minden emberben ott lenne a Szentlélek. Igen? Ha nem? A Bibliában azon, hogy Isten a saját lelkét lehet az emberben. Igen, azt meg kell nézni, hogy... ugyanaz a görög szó a kettő. Nem, az héberül volt. Héberül. De hogyha itt, tudom, itt egy alap félreértés szokott lenni. Tudik, amikor Isten Ádámot megteremtette, akkor azt olvassuk, hogy a testét a föld porából teremtette, a testét. Ami nem mitológia, mert az Ádám azt jelenti, hogy vörös föld, és hogyha az ember kémiai összetevőjét megnézzük, a föld ásványai vannak benne. Szóval ez egy ősi nyelvezet. Tehát egyrészt ez igaz. Másrészt pedig, amikor az férfi teremtéséről van szó, akkor nem azt mondja, hogy a saját lelkét adta bele, hanem lehelt az ő órába életnek leheletét. Ez azt jelenti, hogy vegetatív lény lett. Olyannyira, hogy az állatban is életlehelete van. Az, hogy az ember több, az, hogy az Isten képére lett teremtve. Az isteni kép másban van az én különbözőségem. Különben az én... Igen. Meg szellem erkölcsi lény, meg individuum, meg hogy mondjam, nyilvánvaló, egy személyisége van az embernek, az állatnak pedig nincsen. Amellett az embernek van egy Isten tudata, és az ember tud imádkozni, vagy tudat imádkozni, tehát az Istenhez való hasonlóság az nem kimondottan a biológikumomban van, noha az is más, mert külön teremtette Isten, hanem az, hogy az Isten képmására lettem teremtve. Ez azt jelenti, hogy nekem olyan lelki tulajdonságaim vannak, hogy Kierkegaard azt mondta, az ember transzcendens lény. Tehát nekem a túlvilággal van, a túlvilágból levő Istennel van lehetőségem kapcsolatba lépni. Tehát az élet lehelete volt benne. És gondolom, az Isten szent lelke is benne lehetett Ádámban, ettől függetlenül, addig, amíg el nem szakadt tőle. Viszont az Isten lelke, hogy ezt a pontosítást hadd tegyem csak mellé, csak akkor van az emberben, hogyha újjászületett. Mert azt mondja a Biblia, hogy Isten adta az ő szent lelkét azoknak, akik neki engedtek. Az eltávozott. Igen. És ilyen van az Ószövetségben is. Sámsontól eltávozott az Úrnak a lelke. Vagy Saultól eltávozott az Úrnak a lelke, Ádámtól eltávozott az Úrnak a lelke. De az nem jelenti, hogy egyszer csak összeesett és egy lélektelen csontváz maradt. Még azt se jelenti, hogy megszűnt embernek lenni, azt se jelenti, hogy megszűnt az ő személyiség, az ember maradt. Csak hadd mondjam el, hogy a Istenhez való hasonlóság három volt, bűntelenség, szentség és
intelligencia, amiben benne van, hogy imádkozni tud. A bűntelenség megszűnt, tehát az imágó dei összetört a képmás, széttört a képmás. Úgyhogy nem vagyunk bűntelenek, ezt totál elromlott. Nem vagyunk szentek, nem vagyunk csak istenéi. A szent azt jelenti, hogy csak istené volt. De megmaradtunk embernek. Az ember akkor is ember, bukott állapotban is ember. De nincs benne Szentlélek. A Szentlélek csak akkor lesz benne, hogyha az Úr Jézust elfogadja megváltójának. Aki újjászületik, az megkapta a szent lelket. Köszönöm szépen. Ez hozzátartozott az egész témához, ennek el kellett hangozni. Ugye az ördög neve az egyik az, hogy diabolosz, szétdobáló. A Szent Háromság örök Isten pedig, hogy egységteremtő. Tehát ez az egyik lényeges tulajdonság, amiben egy ilyen erőt, vagy egy vallásba is az ember beleláthat, és megismerheti, hogy mit annak a vallásnak a lelkülete, mit csinál benned, vagy mit csinál abban a közösségben. Ott szeretet, egység, összetartás lesz, vagy pedig az, hogy, ahogy az előbb is mondtad, hogy szétdobálja, szétaprózza, és ez látható néha, hát még a parlamentben is, amikor néha, ugye az ördög, mikor, mert mindenütt ott van az ördög, nagy hatalom azért. Most így, sziasztok! A mai diákszolgálatunk témája az Isten előtti párválasztás. Az egyik essel összeültünk és megpróbáltunk megbeszélni, hogy miről is kellene most nekünk nyilatkozni. Aztán arra jutottunk, hogy hát majd mondunk valamit, mivel beszélgettünk, ezek elindítottak ilyen folyamatokat, gondolatokat, és úgy gondoltuk, hogy majd ezt így spontán előadjuk itt most. Az első dolog a párválasztásban igazából az önmagunkkal való tisztában lét, hogy mit is szeretnénk elérni az életben, merre is szeretnénk tartani, és ehhez kell igazából párt választanunk. Aztán, hogy is kellene ezt tennünk, az egyik tanárom mondta régen mindig, hogy az első lépés az, hogy jó helyen keresünk. Hiszen a mai világban, itt vagyunk az egyetemen, nem biztos, hogy a szórakozó helyeken kellene igazából azt a párt keresnünk, aki majd egy életen át elkísér, hiszen ezek az ilyen helyeken levő emberek nem biztos, hogy így gondolkodnak, ahogy mi. Ezért inkább olyan közösségekben kell keresnünk a párunkat, ahol megtalálható az a szellemiség, amit mi képviselünk, vagy ahol mi érezzük magunkat otthon. Ehhez szeretnék egy idézetet felolvasni, Böjte Csaba testvérkönyvéből. Nem kész férfiakat, nőket kell keresni a mai világban, hanem olyan bimbókat, pejhes bajuszú legényeket, szeplős nagylányokat, akik a jóságra, a szeretetre, a törekvésre kinyílnak, az évek során kibomlanak, belőlük az érett férfi, a gondos asszony, akik felületes tekintettel korábban talán nem is lehet megtalálni bennük. Én is köszöntök mindenkit, és hát azt szeretném mondani, hogy tényleg, hogy ennyimet volna a kezdő szó, én is ugyanezt szerettem volna elmondani, hogy tényleg úgy ültünk össze, hogy hát lehet, hogy egy komplett előadásra anyaggal térünk haza, de mégis így volt a jó, így alakult a jobb, hogy ez nem így történt, és ez szintén nagyon, mégis nagyon hasznos információk kezdtek bennünk, hogy alakultak ki, és úgy gondoltuk, hogy a lélek vezetésre bízunk tényleg magunkat, és itt majd olyan szavak jönnek elő, ami éppen itt leginkább aktuális. Hát itt a 20-as éveinkben, tényleg itt közelben a 20-as évekhez, hogy ki már betöltötte, talán nagyon fontos téma az mindenképpen ez a párválasztás, hiszen ugye ez már tudjuk, hogy a Baranicsomban is egy komoly elrendeltetés volt, és egy szent kapcsolat volt, mind Istennel, mind Ádám és Éva között, amely aztán sajnos nem olyan jó formátumokat öltött, de azt hiszem, hogy mindenképpen nagy szükség van, hogy ezt a mai világunkban is próbáljunk visszatérni ehhez, illetve hát ugye mindenképpen megtalálni ezt az ideális párt, hiszen ugye talán Istennel leginkább is egy páron keresztül tudunk kapcsolatot fenntartani, bár lehet, hogy ez személyenként változik, és hát talán legjobban el tudunk tőle távolodni és egy rossz párral, ezért nagyon nagy a jelentősége, hogy tényleg megtaláljuk azt, akit az Úr mellénk rendelt. Tudjuk ugye, hogy itt például a hármas fonál nem szakad el egyhamar ez a Prédikátorok könyvéből való az a pár sor.
a negyedik részből, a 12. versben. Hát ez is mutatja, hogy mindenképpen egy olyan kapcsolatot kell keresnünk, amelyben Istenre lehet építeni, amelyben ő a harmadik, és akkor együtt tudunk mozogni ebben az XYZ-síkban, és együtt tudjuk megbeszélni, együtt tudunk imádkozni, és együtt tudunk ebben a szentségben élni. És végezetül egy verset szeretnék felolvasni a házastársak és Isten kapcsolatáról. Munkácsi Géza, kié a szív? Szegény ember szív, hány felé szakítanak, rángatnak, tépnek szeretők ezek. Ez az anya kéz, mely megfogs, így reveg. Enyém, ki másé lenne ez a szív? Hisz én adtam neki életet, én gyötrődtem, én imádkoztam érte, tőlem tanulta, mi a szeretet, én voltam örök áldás a fején, e szív az élet szent jogán az enyém. De perbe száll a feleség keze. Enyém e szív, hisz esküvel fogadta, enyém minden, mit élete terem. Mint sohasem alvó örök mély sugárzott szívemből rá az asszony szerelme. Én adtam neki az új életet, szent örömét, a tűzhely tiszta lángját, egy élet árán vettem meg magamnak. Enyém a szív, amíg a földbe válják. De én a végtelenből érte nyúlva még egy kéz. Véres tör, Jézus keze, ráátesz. A tövis korona kigyullad jelképül, szelít fején, szól csendesen a szenvedés király. Ez a szív, ne tépítek száz felé, ez a szív az enyém. Köszönjük szépen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentesességed a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.